Megsokszorozódott az alvászavaros fiatalok száma a járvány miatt. A Heimpál kórház alváslaborjának vezetője a 24.hu-nak azt mondta, náluk főleg kamaszkorú fiatalok érkeznek alvásgondokkal, de már 7-10 éves gyerekeket is kezelnek hasonló problémával. A járvány során az is kiderült, hogy az úgynevezett digitális benszülöttek is vágynak a valódi társas kapcsolatokra. A minimum a 8 óra. A szakemberek szerint legalább ennyit kellene éjjel aludni. Persze van, aki jóval kevesebbel is beéri, másnak viszont a duplája is kevés. A kor is számít. Egy gyerek többet alszik, mint egy idős ember. Az újszülöttek akár 17 órát is. Az ő alvási szokásukat a járvány kevésbé befolyásolta, ugyanakkor a 24.hu arról ír, hogy a járvány előtti évekhez képest megháromszorozódott azoknak a fiataloknak a száma, akiket alvászavarral kezelnek a Heimpál kórházban. A lapnak a kórház alváslabor vezetője azt mondta, ezek az alvászavarok azért alakultak ki, mert a fiatalok a járvány miatt máshogy élik az életüket, és a legaktívabb időszakukat egyedül töltik. Hajnalban fekszenek le aludni, és talán a következő napot átalúszszák, ezzel pedig eltúlódik a biológiai órájuk. A szakember szerint a másik probléma a szorongásos alvászavar. A pszichológus szerint ez nem közvetlenül a vírus miatt alakult ki, hanem a helyzet bizonytalansága az oka, az, hogy nem tudni, hogy meddig fog tartani. Ha tudatosan kezdünk el élni, és például mondjuk nap mint nap úgy kelünk föl, hogy ma betartom például a rám vonatkozó korlátozásokat, annak érdekében, hogy minél előbb túl legyünk ezen, és én személyesen hozzájárulok ehhez, akkor valamilyen módon mégiscsak visszanyerem a kontrollt az életem fölött, meg a fölött, amivel nem történik. A generációkutató elmondta, a legtöbb olyan tevékenység, amelyet a fiatalok nagyon szeretnek, vagy amiben nagyon jók, korlátozva vagy tiltva van. Ezért úgy érzik, hogy az életüknek ez egy rossz időszaka, ami szorongásokat indíthat el bennük, még akkor is, ha éppen ők azok, akik a kapcsolataikat eleve online indították, vagy tartották fenn. Például van olyan, aki csak messengeren járt, csak azon nem is találkoztak offline, messengeren jártak, tehát ez is egy újdonság a például kutatásoknak, ugye a fiatalokkal való kapcsolódásnál. És azt láthatjuk, hogy ők vágyják az offline kapcsolódást. Tehát, hogy hiába mondjuk azt, ugye a kutatás a COVID előtt, hogy ők digitális benszülöttek, mégsem azt jelenti, hogy az ember csak online szeretné élni az életét. A szakember szerint a járványhelyzet nagy tanulsága, hogy nem vihetünk át mindent a virtuális térbe, még azok sem, akik egyébként azt gondolták, hogy ott élik az életüket.